Ez a nap csodálatosnak ígérkezik. Nem, nem az. Valaki költözik? Bárcsak sötét lenne az északi sarkra, vagy a Bermuda háromszögbe. Hé, jó reggelt! Nyisd ki a szemed és az ajtót! El kell vennem a könyveim! Háborút akarsz? Megkapod! Ne! Nem a legokosabb ötlet! És én, mint a hód, nem vagyunk túl jól. Addig kell a gyarakat a vámpírnak adnom, amíg észre nem veszi, hogy nincs elég pótfoga. Komolyan? Micsoda borzalom! Ennél hátborzongatóbbat én még nem láttam! Ne! Ne! Ki képes erre? Fúj! Ezek a házi feladatok olyan nehezek. Honnan tudhatnánk ezt? Ezt tanultuk? Mikor? Úgy 2 éve. És én hol voltam? Ugyanaz a kérdés. Fáj a karom a lövöldözéstől. Miért nyafogsz? Van még egy. Néhány dologhoz mindkettőre szükségem van. Milyen dologra? Nagyon fontos dolgokra. A lábaiddal számítógépet játszhatsz. Nos. Kár, hogy ma nem kevertem össze az osztályokat. Nem vagyok Luffy, nem fogok kipukkadni, de valakinek a homlokára fogok pukkanni, az biztos. Ez könnyű. Igen, nem értem. Hogy csináltad? Milyen hülyeség ez? Néhány éve elmagyaráztam neked. Nem értem. Szóval hogy csinálod? Ha-ho! Hozzátok beszélek! És mi nem hozzád beszélünk. És miért van ez? Azért, mert szövetkeztél velünk Diana ellen, most pedig csatlakoztál hozzá. Érted? Ön véletlen volt. De a rád gyakorolt erős érzelmi nyomásunk nem az. Nem. Micsoda? Rövidesen kitiltottak. Lemaradtam valamiről. Nyitott szemmel aludtál? A tehetséges emberek mindenben tehetségesek. Nem hagyhattok figyelmen kívül túl sokáig. Nem lehet, hogy ne figyeljetek rám. Persze, nyugodtan dobáljatok. Amíg van internetem, nincs szükségem senkire. Az internet elromlott. Azt akartad mondani, hogy te rontottad el? Vagy azt? Igen, legalább van fantáziám, ami segít majd az időmet kiszínezni a suliban. Vagy nem. Rendben, akkor csinálok valamit.
mennyi idő telt el? Csak egy perc telt el. Hogy lehet ez? Nem játszok veled fagyasztást? Mi történik? Ebben kövek vannak! Ki keverte össze a táskámat a másikkal? Ez a csínytevések napja? Vagy azt akarod, hogy teává váljak és felforjak? Félelmetes! Hagyd abba! Add vissza a cipőm! Az én kezemben van, tehát az enyém! Az agyad is a fejedben van, de úgy tűnik, hogy egy hörcsöktől vetted kölcsön. Sürgősen vissza kell hoznom a kost és sötétet magam mellé. Különben Dianának és nekem is lesznek hozzáillő kiegészítőink. Szóval az én oldalamra ez? Aha. Kitűnő. De van egy kis de. Talán a de itt nem kell? De igen. Rendben, mit akarsz? Új mikroszkópot, könyvtárat, stylistot? Te találj ki valamit. Mi ez az újfajta szadizmus? Ezek a feltételeim. Olyan kegyetlen vagy. Egyáltalán nem. Ez meg mi? Segítség. A segítség olyan, mint egy vicc. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Egy-két év múlva biztosan. Rosszul csinálod. Oké, okos tojás, mégis hogy kell? Csatlakoztasd ezt a vezetéket ehhez. Ez sem jó. Tudom, de vicces. Nem illik hozzá, hogy esze legyen. Micsoda gonosz bunkó. Hogy történhetett ez meg egyáltalán? De mi a különbség? Olyan aranyos vagy. Kilána. Mi? Nem aranyos! Egyáltalán nem! Hol van a találmány? Dolgozom rajta. Adj egy bókot az agyasnak. Júlia, már olyan okos vagy. Tadám, a találmányom. A nevem motivátor az elismeréshez. Zseniális. Nem tudom másképp. Mi ez? Nagyon ritka és ismeretlen műtárgy. Honnan származik? Egy kísértett házból természetesen. Majd én elintézem nélküled. Megoldom. Ne aggódjon, majd én magam tanulmányozom. Neked pedig csak meg kell írnod. És semmi több? Aha. És utána velem leszel? Aha. Oké, de van egy furcsa érzésem. Most tettél valamit. Képes vagy nemet mondani, azt hiszem. Egyelőre semmi furcsa.
Nem mondanám. Érdekes. Mi van, ha én csinálom? Szerintem ez megint csak kamu. Nem hinném. Nos, ahogy ígértem, megteszem. Újra a klubodban leszek. Még akkor is, ha rózsaszínű is. Kis pinangám, boldog vagy? Igen, tintahalam, attól a pillanattól kezdve, hogy keresztapa lettél, úgy tűnik olajba fordultunk. Ó, bocsánat, azt hiszem kifolyt. Úgy érzem magam, mintha az állatkertben lennék. Két vak vakond és egy ragadozó kocsonya. Miről beszélsz? Nem érted? Lusta bolondot csinál belőled, okos lett és manipulál téged. Szép vicc, gondolom. Hagyd abba ezt a hülyeséget, csak próbálsz minket szétválasztani. Az igazat mondom. Valószínűbb, hogy Rossz megeszi az összes játékát, aztán Lusta ravasz zseni lesz. Én nem tennék ilyet. Miért ne tenném meg? Én már megtettem. Látod? Átver téged! Azt hittem, valami reálisabbal tudsz előállni. Hogy érhetném el, hogy higgy nekem? Sehogy. Van bizonyítékom. Milyen bizonyíték? Lesz bizonyítékom. Ah. 6 a 6-hoz 37, igaz? Igen. 36. Megvan, megvan! 11-et akartam mondani, igen! Tényleg okos lettél? Miről beszéltem? Bár, mivel még mindig veled randizik, sokáig erősen kételkedtem benne. Meg tudom magyarázni. Hallgatjuk. Az a helyzet, hogy én... Most már minden világos. Igen? Persze, hogy nem. Barátaim, írjátok meg, milyen okos kérdéseket tesz föl Lusta, hogy teszteljétek. Tegyetek egy lájkot, ha szeretnétek, hogy bekerüljük az aranyklubba. És iratkozz fel, hogy tudd, mi következik. Vissza az iskolába. Ennek a büntetésnek sosem lesz vége. Miért csináljuk ezt? Tuti, megátkoztak minket. Vigyetek vissza a rémálomba, majd én befejezem. Én veled vagyok. De ti srácok nem igazán tudjátok megvetni a sulit. De igen. Igen. Biztos vagyok benne, hogy van itt valami, ami tetszik nektek. Étkező. Evédlő. Szünet. Ingyenes wifi. Semmi. Mi a helyzet Mary Johnsonnal? A fő oka, miért nem szeretjük a sulit. Hogy, ő a tanárunk. Igen, egy könyörtelen kínzó. Egy diktátor, akinek rágókomi a haja. Egy szemfüles kalóz. Nem egy kedves ember. Nem szeretjük őt. Ezt hallottam a tehén bűnbakoktól, igen. Ki van ott? És ami a legfontosabb, hol van? Itt vagyok a széken. Mary Johnson, hogy került ide? Miféle hülye kérdéseket teszel fel, ez nyilvánvaló. Hűha, valaki okos lett. Az egész varázslatos. Csak képzeltem. Mary Johnson miért kommunikál velünk hangszórón keresztül? Beteg? Nem akar megfertőzni minket? Először is nem várhatsz. Másodszor a fertőzés nem ragad a fertőzéshez. De a fikák az asztalhoz ragadnak. Az összes tanárt egy másik iskolába hívták egy megbeszélésre, úgyhogy ma nektek kell tanítanotok. Gerald és én fogjuk átvenni a testnevelést. A lustaságod nem lesz féltékeny a sportra? Én pedig átveszem a zeneórát. De előbb munkaórát kell tartani, hogy füldugót készítsünk.
Anya és lánya annyira hasonlítanak egymásra, anya és lánya, két napfényes pont. Annyira hasonlítanak. Nem, nem. A sors dönti el, melyik tantárgyat tanítsátok ma. Miért nem mi választunk? Mert akkor minden órát félredobnátok, és ti magatok mennétek haza. Ó, ez remekül hangzik. Aha, nem. Mi lesz, ha olyan órát kapunk, amit nem is ismerünk jól? Majd megismeritek. Valami asszúgja, hogy nem fogunk kijönni egymással. Nem, én nem lehetek tanár. Egyetértek. Neked tudnod kellene valamit ahhoz, hogy taníthass. Nézd, ki beszél, neked lyukas a fejed. Ezt hívják fülnek. Nem leszek torna tanár, semmit sem tudok a sportról. Úgy hallom, hogy a csajod egy fánk. Igen, én vagyok az egyetlen, akinek van egy tulak fickója. A tulak úgy hangzik, mint egy idióta. Várj, azt hittem én vagyok a barátod. Csak mert fáj a fejed, még nem jelenti azt, hogy gondolkodsz. Inkább olyan, mintha megint csak a homlokoddal dörzsölnéd a mogyoróid. Remélem, mindenki megkapott mindent, és most már nyugodtan kezdhetitek az órákat. Mary Johnson melyik iskolába jár? Nem hallok semmit, és rohannom kell. Jacuzzi, hoppá! A jelentések nem várnak, még nem. Pa-pa-pa! Mit tegyünk? Mit tegyek? Okos Júlia, gyerünk már, ez csak torna óra. Még a macska is csinálta párszor. Kiderült, hogy a labdát kergetni nagyon jó móka. Aha. Semmi nehéz nincs benne. Csak egy kicsit nehéz. Mi ez az egész? Elmélet? Inkább dögunalmas. A testmozgás és a könyvek összeegyezhetetlenek. Olyan, mint a Coca-Cola és a Mentos. Ellen is az ízlés. Arany Stacy és az agy. Az elmélet nagyon fontos. Tudjátok, mi az a labda? Persze, az, amiben belerúgunk. Néha még gólt is. Ahhoz, hogy labdába rúg, ki kell számítani az ütés erejét és a repülési sebességet, ki kell számítani a rögpályát. Én nélkül nem tudok labdát rúgni. Uppá! Szeretlek! Jól van. Ez történik, ha nem tartod be a biztonsági előírásokat. Mondja az, aki kísérletezett rajtunk. De én védőruhát viseltem. Valami még mindig nem stimmel. Most már én vagyok a felelős, értetek, és nem hagyhatom, hogy bajatok essen. Igen, mi történhet? Nos, minket is verve minden. És még több is. Egy meteorzápor. Földrengés. Itt tényleg rá leszünk véve, hogy tanuljunk. Csak néhány óvintézkedés és semmi több. Semmi több. Nem tudok mozogni. Úgy érzem magamat, hogy egy tisztában vagyok. Hát, csak arra vigyázz, hogy nehogy megsüljünk. Nem akarok olvasz lenni a tisztában. Most nem alkalmas az idő a leves felöntésére.
ez új. Igazából ez egy csontváz. Az, ami bennünk van? Igen, az. Kezdek el gondolkodni azon, hogy vajon a belső világunk olyan szépe. Melyik osztályba is jártál? Biológia. És hogy megy neked? Nem olyan vészes. Csak szörnyű. Igen. Átvehetem. Én meg elmehetek? Nem. El tudom intézni. Ez a csontváz rossz. És miért rossz? Mert fehér. Hát természetesen, persze, hogy nem gót. Ne feledjétek, a fehér egy nagyon kövér szín. Ezért a legtöbbször kerülni kell. Érted? Ez nem úgy hangzik, mint a biológia. Egyet értek. Ez az, ahol a tudás tényleg számít. Mi az? Emellett túl sovány is. Nem kéne neki annak lennie? Nem, persze, hogy nem, az már rég kiment a divatból. Mi köze a divatnak a biológiához? Még nem jöttem rá, de valahol biztosan van összefüggés. Ha még több ilyen hülyeséget hallok, elkezdek tankönyveket enni. Nagyon finomak. Tú, és nekem nem jók. Miért alszol? Ezért kell a könyvet olvasni. Én azt nem tudom. Ó, bocsánat, megzavartak. Hol is tartottunk? A biológia kínjain. Ó, igen, biológia, amőbák, fotoszintézis. Tudod egyáltalán mi az? Te tudod mi az? Igen, tudom. Látod? Nagyszerű tanár vagyok. Micsoda? Igen, nem tudom ezt tovább csinálni. Én sem. Óránk van, vagy ebédünk? Miért vagyunk az ebédlőben? Azért, mert a földünk kerek. És? Ahogy a tányérok is. Teljesen téli álmot alszom. És biztos, hogy ez földrajz? Ja, igen. Együtt tanítjátok. Aha. Azt hiszem, itt az óra vége. Valójában még sok mindent el kell mondanunk nektek. Igen? Igen. Igen, igen. Talán nem kéne. De igen. Ezen a vallonon élünk. Ah, pont a szemembe találtál. Bocsánat. Szándékosan csináltad? Nem. Hogyan? Szándékosan. Ez ugyanaz. Igen? Add vissza a házamat és a földrajzomat. Egyébként én is ott lakom. Pont itt. A másik szemem. Furcsa, hogy kettő helyet egy tantárgyat adnak elő. De nekik egy agyat adtak kettőért. Igen? Rose, neked geometriát kellene tanítanod, nem földrajzot. Ha már tanítod, akkor inkább a moziban taníts, most már vannak ilyen akciófilmek is. Nos, minden geometria, mi is veszünk egy helyet a temetőben. De nem beszélünk róluk jót. Az összes ujjamat megvágtam az iránytűvel. Ő
Mi van, amivel lehetne őt irányítani? Tudod, hogy néz ki egy háromszög? Valahogy úgy. És a négyzet? Már látott ilyet. Gratulálok, ismeritek a geometriát. Én az angolt tanítom, és ez nagyszerű. Nem kell aggódnotok, ez gyakorlatilag az anyanyelvem. Az anyanyelvedem mindig hármast kapsz a naplóba, nem? Három trimester, ne töröld az orrodat krumplival. A varany dúzzogott, majd feldagadt. Lányok, tanuljunk, kérem szépen. Igen, 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 az angol Angliából származik. Gondolom, igen. Én is jártam ott. És... milyen ott? Nagyon bögyös, főleg a szabadságszobor. Nem, Amerikában van. Nos, Amerika Angliában van. Nem, nem ott van. Nos, Anglia Amerikában van, az nem számít. Én még mindig szeretem az angolt, nagyon is. Komolyan, nagyon. Hogy mondják angolul, hogy Cosmo? Cosmo. Tényleg? Persze, és egyáltalán ne nézz utána a szótárban. Helytelen. És mi a kutya? Hát... akabosz. Igazából azért találsz ki szavakat, mert nem tudsz angolul. Nem, ki mondta neked ezt a hülyeséget? A Google fordító. Ja, igen. Egyébként tudod, hogy mondják angolul, hogy arany Stacy? Hogy? Azok. Azok? Te vagy a kecske! Te vagy! Szóval, informatika óra. Inkább olyan, mint egy új repofilmen lennénk. A technológiában nem lehet megbízni, lázadást tervez ellenünk. Igen, két pikkelyei már régen fellázadtak, és nem hajlandóak ilyen terhelés alatt dolgozni. Csak fél kilót híztam. Volt egy álmom, de nem álom volt, hanem látomás. Én mindig ezt mondom, amikor kettet viszek haza. Kettes, de nem kettes, ha jobban megnézed, akkor hármas, de ha jobban megnézed, akkor szolid négyes lehetne. Nem számítógépekkel kell dolgoznunk az informatikában? Nem, nem, nem lehet! Különben átveszik a fejünket! Valaki már átvette a tiédet. Igen, csótányok, piócák és csigák. Van bőven miből választani. Mi folyik nálatok? Semmi, csak foglyok vagyunk. Mennyi időre? Még nem tudjuk, hogy sötételen hogyan fog kijutni. Valaki elkapta? Úgy tűnik, mint egy őrült ébolyodott. Úgy tűnik, a kapcsolat megszakadt. A gépek fellázadnak az emberiség ellen, és harc kezdődik. Ó, pont mint a Terminátorban. Igen. Micsoda? Ó, ez egy nagyszerű film, vannak benne robotok, lövöldözés, időgép. Szóval nem színészkedés volt, hanem film. Vége a tanórának, mindenki pocsi! Barátaim, mi a kedvenc órátok? Írjátok meg kommentben. Lájkoljatok például, ha azt szeretnétek, hogy 24 órán át orvosok legyünk. Iratkozzatok fel, és megtudjátok, mi lesz a következő...